Hát aki esetleg még nem vette volna meg a húsvéti sonkát, az most figyeljen, hiszen a következő percekben megpróbáljuk felhívni minden apró részletre mindenkinek a figyelmét. Vendégünk a témával kapcsolatban a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezető titkára, most is Martina. Kezét csaptam, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jól mondtuk a nevét, vagy jól mondtam? Mostics. Elnézést, semmi gond, megszoktam. Na, hát akkor jó, az első hiba megvan nálam. Komolyra fordítva a szót, azt nyilatkozta a napokban, hogy 7800 tonna füstölt áru fogy Magyarországon, aminek az értéke 13 milliárd forint. Igen. Ez nagyon jól hangzik, de egyébként mit tudunk mi ennyi mindent vásárolni 13 milliárd forintért? Ez a teljes húsvéti készítmény palettát fedi le ilyenkor, tehát ebben benne van a sonka, és az összes olyan füstölt és főtt termék, ami a húsvéthoz kapcsolódik. Tehát a különböző testájak, még a karaj, tarja, felsel, dió, ilyesmi. És nyilván ugye a gyors páccolt termékek is. Minden húsvétkor vannak ilyen botrányos híradásaink nekünk is, amikor a sajtó figyelmét felhívják iszonyatos termék minőségi problémákra, tárolási problémákra. Mire kell figyelni? Mindig elmondjuk a fogyasztóknak, hogy amikor a boltok polcairól választanak, akkor vizsgálják meg azt a terméket, amit vesznek, hogyha rajta van a címke, ez az első, hogy legyen rajta a címke, legyen rajta a gyártó, hogy ki vállalja a felelősséget tulajdonképpen ezért a termékért. Nézze meg a termék állagát, nézze meg a termék színét, az már nagyon sokat el fog árulni. Ha csomagolt a termék, akkor nézze meg, hogy nincs-e légkivárás esetleg a csomagban, és ami a legfontosabb, hogy nézze meg a szavatossági időt, hogy mikor fog lejárni az a sonka, és csak olyat vigyen haza, ami azért még húsvét után is jó lesz. De akkor is mondjuk, hogyha ez pár nappal húsvét után már lejár? Attól még megvehetjük? Megvehetjük, ha igen. Ha megészed húsvétkor. Meg kell enni, lányok! Nagyon jó válasz volt. A jó tanács a húsvét után lejár. Jó, de nem minden tud az ember azért húsvétkor megenni, azért marad még utána, és általában egy-két jó falat. De lényeg az, hogy akkor az ember ezt még bátran megveheti. Na most általában miből adódnak a panaszok? Mi a legtöbb kifogás a húsvéti sonkával kapcsolatosan? Jelölés, tehát hogy nem az van feltüntetve, nem úgy van feltüntetve, aminek lennie kell a csomagoláson, a címkén. Például olyanok is előfordulnak, hogy a szavatosság idő egy kicsit elmosódik, vagy pedig, hogy egyáltalán, tehát jelöletlen a termék, de ezt mindig elmondjuk, hogy ilyet a fogyasztó ne vigyen haza, és csak olyan helyen vásároljon, ahol eddig is vásárolt, semmilyen új terepet ne ilyenkor fedezzen fel. Milyen csalással szoktak a leggyakrabban büntetni? Tehát például mondjuk, ha nem csak elmosódott a lejárat, hanem teljesen más, mint ami az eredeti lett volna, csak átcsomagolták, vagy átnyomták. Van-e ilyen? Előfordul, igen. Az ellen nem tudunk mit tenni. Jó, biztos mind a hárban azért rendszeresen vásárolunk. Amikor ilyenkor bemegyünk a boltba, és valamire rá van írva, hogy sonka, az azt akarja, hogy az a termék, amit mi megveszünk, a sonka. Mire gondolok? Hát minden nem lehet sonka, mert a lapocka az nem sonka. Nem minden sonka sonka. Azon az kell, hogy szerepeljen, hogy ez egy lapocka. Igen. Értem. De ilyennel például nem tévesztik meg a vásárlót? Nem feltétlenül mondjuk áruházakban, boltokban, hanem az ember kimegy piacra. Ezt el tudom képzelni, de ott meg azt mondom, hogy a fogyasztó legyen annyira tudatos, hogy tudja, hogy az a testtáj hogy néz ki, amit ő vásárolni. Ó, hát akar. Azért ezt nem várhatjuk el, mondjuk egy... mondjuk tőlem. Mondjuk egy bombera köztet. De akkor meg azt mondom, hogy inkább akkor válassza az áruházat, válasszon olyan terméket, ahol biztos, hogy fel van tüntetve a testtáj, és akkor nem fog csalódni. Mi az, amiről most még nem beszéltünk, de fontosnak tartaná, hogy figyeljünk húsvétkor? Mindig elmondjuk, hogy figyeljenek arra, hogy már az ár is segít. Tehát, hogy ha mondjuk 1000 forintért akar sonkát venni, 1000 forint per kilogramot értek ez alatt, akkor azért egy gyors pácolt, alacsonyabb minőségű terméket fog kapni. Ne várja azt, amit egy 3-4 ezer forintos parasztsonka, vagy egy ilyen hagyományosan érlelt termék képvisel. Miért? Az mit tud? 3-4-szeres áron. A parasztsonka? Mi a különbség? Nem injektálják bele például igen, a sót, igen, aha, a páclét. Igen, igen, tehát egy hagyományosan érlelik, sóval pácolják, tehát hogy lehet, hogy az egyetlen összetevő például a só és maga a sonka. Igen. Ha már ezt említette, akkor ugye a parasztsonkát azt mindenféleképpen én tudnám ajánlani, hogy mindenki parasztsonkát vásárolja, de hogyha mondjuk valaki nem tud mégsem, mert nem jut hozzá, vagy nincs pénze rá, akkor mi az, ami még mondjuk jó, tehát jó, hogyha oda kerül a húsvéti asztalra?
Én azt mondom, hogy a hagyományosan érlelt sonkák a következő kategória, mert ugye az általában kisebb is, mert egy paras sonkával szerintem ma már egy átlag család nem is bírna el egy nagy klasszikus sonkával, hogyha az nincs darabolva. És akkor ebből van különböző termék, tehát van a dió, a felsár, karajtalja, ezek mind ilyen füstölt főttermékek lehetnek. Ezeket előre meghatározottan kategória szerint füstölik például? Tehát ez egy előírt szabályzat, hogy ezt az ilyen típusú sonkát meddig kell? Igen, ezt az jelenszerkönyv szabályozza, igen. Értem. Ezeket mind fel kell tüntetni egyébként a csomagoláson, hogy ez az adott termék hány napon vagy hány órán keresztül volt a füstölőben például? Azt nem, csak azt, hogy milyen eljárással füstölték. És ebből már lehet arra következtetni, hogy nem tudom én, ez az árérték arányban alacsonyabb, vagy esetleg magasabb? Akár igen, de az, hogy például gyorspáccolt, azt mindenképp fel kell tüntetni a terméken. Hogy csak segítsünk a Bambera Krisztinának, aki... Figyelek! Drukkolunk neki, hogy jól sikerüljön a húsvéti menü. Köszönöm! Fontos nekünk, hogy mindenki jól lakjon, nálatok is. Hogy a gyorspácoltnál azt olvasom, ugye, hogy ott is maximum 25%-os nitrittel és konyhasóval tartalmazó páclével van beinjektálva ilyenkor, igen. Ugye? Igen. Hogy ez egy ördögtől való dolog? Ez az injektálás? Hát gyorsítják ugye a folyamatot. Igen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van a termék, és akkor ilyen tűkkel beinjektálják a páclevet, és akkor hamarabb elkészül maga a termék. Önöknek van-e arra vonatkozóan statisztikájuk, hogy ilyenkor a hazai polcokra honnan érkeznek a sonkák? Tehát ez a magyar termékekről beszélünk általában, vagy szeretjük a szlovák? A magyar termék most már. Korábban azért jellemző volt a szlovák is, de most már inkább a magyar termék. És jobb minőségű a magyar? Remélem, hogy igen. Jó, de akkor ilyen visszajelzések nincsenek az önök részéről. Nincsen. Mi az oka egyébként annak, hogyha jobb minőségű az, hogy kevesebb a szállítási idő, tehát például a zöldséggyümölcsnél ezerféle szempontot szoktak mondani, hogy miért ezt vegye meg az ember, ami itthon van, ugye talajminőség, meg nem tudom, hogy micsoda, de a húsnál is igaz ez, vagy egyszerűen a szállítás és a tartósítás az oka? Nem, nálunk inkább azt mondanám, hogy az élelmiszerkönyvi előírás, tehát annyira meg van kötve az, hogy mit nevezhetünk sonkának, hogy az az eljárás, amin ez keresztül megy, az garantálja azt, hogy jobb lesz a minőség, mint az, ahol ilyen előírás nincsen. Importálhatunk olyan országokból, ahol ilyen előírás nincsen? Importálhatunk, elméletileg meg kell feleljenek a magyar szabályoknak, de gyakorlatilag ezt nem mindig ellenőrzik. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta ezt a... Én a tesonkádból szeretnék húsvétkor enni, úgy döntöttem. Mert te biztos, hogy csinálsz. Jó gondolat. És jó lesz a minőség. És még kalácsot is fogok sütni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. Előre mondjuk a nézőinknek, ezt is elmondjuk, mert ez fontos információ. Jövő héten csütörtökön foglalkozom kimondottan az árakkal is, és ellátogat hozzánk a nagy sonkamester Árpás Laci. Igen, és a húsipar képviselőivel is fogunk még egy kicsit beszélgetni. Köszönjük. Köszönöm.